London Pimlico nevű negyedében vagyunk. Ez is a klasszikus fehér oszlopos házaknak a körlete. Körlete? Kerülete. Csupa szegény ember lakik itt is. Mondjuk már a házak állapota kívülről itt sem indokolja feltétlen, de pont most mentem el egy, igazából itt, egy ingatlanos mellett, ahol ilyen 3, 5, 8 millió fontos, ugye ezt fel kell szorozni 400x forinttal, ma kerülnek a lakások. Jó, mondom, maga ez a környék, ez mondjuk impozáns, és hát igazából belül van az érték, nem feltétlen a külső falakba, de meglehetősen ez is drága. Igen, én azt gondolom, ezt már ugye talán többször mondtam, hogy szerintem London abszolút túlárazott. Legalábbis, hogy mondjam, ennél jobb minőséget kapsz, nem tudom, Franciaországban, Spanyolban, és ott azért 1-2 millával olcsóbb. Tök mindegy, hogy euróba vagy fontba nézzük.